A dugói székelyek pánikát ittak. Tehát akármit csináltak, abusultak, a temetése, ugye ott is volt pálinka, tehát ugyanúgy gyerek született, tehát minden alkalmat természetesen a maga módján mértékkel megünnepelték. Szerte a Kárpát-medencében élők pálinka iránti tisztelete generációk óta élő hagyomány. Ezt szeretnék fenntartani Bátaszéken is. A Bukovinai Székely Szövetség párlat és pálinka versenye ugye harmadik alkalommal lett megrendezve. A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének tagjaként mind a hárman ott voltam személyesen is a bírálatoknál. Nagyon örültünk annak, hogy egy növekvő tendencia van a benevezett tételekkel kapcsolatban. Jól emlékszem, először 62, utána 105, és hogy azt hiszem most 147 tétel volt. Ez is mutatja, hogy egyre több az érdeklődés, ugye egyre több a magánfőző, aki ide elhozza megmérettetni a pálinkáját. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy mi nem bírálunk, hanem mi minősítünk, ami nagyon fontos. Egyfajta tükröt tartunk a pálinkát kedvelők, a pálinkát főzők elé, hogy az ő általuk elkészített párlatoknak, pálinkáknak mi a hibája, mi esetleg az erénye. A szaglószervi minősítést követően a kóstolás fázisa következik, ahol többek között nézik az ízek és az amatok arányát. A pálinka versenyek kategorizálva vannak, ugye almától indulunk, és a legvégén a likőröknél, bogyósoknál végződünk. Itt minden kategóriában volt nevező, ami azt jelenti, hogy tényleg elég széles volt a szortiment. Hát ugye amire nekünk nagyon oda kell figyelni az, hogy a pálinkáknak két nagy hibája ne kerüljön bele, ez ugye az elő és az utó párlat, ami azt jelenti, hogy a főzésnél történő dolgokra nagyon oda kell figyelni. Innentől kezdve a többi dolog mindig a cefrézésnél, a gyümölcsének az előkészítésénél és feldolgozásánál dől el. Nagyon sok párlatban most már észrevehető, hogy használnak különböző olyan kémiai szereket, ami egyébként megengedett, tehát élesztőgombákat, olyan enzimeket, olyan kiegészítőket, ami segíti, hogy minél finomabb, minél üdébb és minél frissebb legyen a párlat. Ez nem baj, ez csak jó. Ennek mi örülünk, hiszen a borászatnál is ugye megvannak azok a dolgok, amit használnak. Ezen a versenyen egyébként teljesen szabvány szerint alakultak a dolgok, tehát az arany, az ezüst és a bronz minősítéseknek a száma, az körülbelül megfelelt azoknak a kritériumoknak, ami szokott lenni, és ugye oklevéllel jutalmazzuk azokat a tételeket, amelyek nem érnek el díjat, viszont minden díj mellé oda tesszük a bíráló lapot, amin le kell írjuk, fel kell tüntessük, hogy mi a hibája, mi az, amire a következőnél oda kell figyelni. Szinte automatikusan megöröklődik a gyümölcs lepárlásának a hagyománya és a szakértelme, ami idén változatos ízeket eredményezett a versenyen. Találkoztam ginnel, például zöldfügével, de azért a klasszikus szilva, őszi, kajszi, barackok és hát a jó törköly és szőlőpálinkák is megjelentek. A bátaszéki és a hozzá hasonló rendezvények hozzátesznek ahhoz, hogy mind értékesebb és mind jobb minőségű pálinkák kerülhessenek az asztalra. Én úgy gondolom, hogy az élet jó oldala, vagy szomorúbb oldala, hát most épp a jó oldala kerül mai nap terítékre, hiszen ugye pálinka versenyen vagyunk. A pálinka versenyen kapcsolatban én már régen mondtam, hogy hát tulajdonképpen a bukovinai székelyek, ugye mert borverseny van nálunk régen visszalépve, de igazán pálinkát ittak a székelyek, mai napig is szívesen. Úgyhogy mivel ma már olyan fajta minőség felé ment el a pálinka készítése, ami úgy gondolom számunkra is mindenképpen feladatot tűz ki, hiszen ezt támogatni kell, segíteni kell, részt kell benne venni. A rendezvény színvonalát a bátaszéki székelykórus emelte, mely a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője, illetve a zenés összeállítása tette hangulatossá az estét.